kaszorúzás a honvédelem napján. Drágul a kenyér, jó döntéseket hozott a kormány, virágos Magyarország pályázat. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. május 31-én 18 óra 5 perckor. A volt HEMO épületén elhelyezett emléktáblánál a honvédelem napja alkalmából koszorúzási ünnepséget tartott a Karcagi Nagykunbajtási Egyesület vezetősége. Erről kérdeztük Rabi János, nyugállományú őrnagyot, az egyesület elnökét. A honvédség napja azért lett május 21-e, mert 1849. május 21-én a dicsőséges tavaszi hadjárat megkoronázásaként a magyar honvédsereg visszafoglalta a budai várat a császáriaktól. Erre az eseményre emlékezik minden évben a magyar honvédség egy központi rendezvénnyel, a karcagiak pedig a HEMO-nál lévő emléktáblánál, ahol arról is megemlékeznek, hogy volt egyszer egy karcagi laktanya, amely több évtizeden át egészen 2004. június 30-áig működött. Ez 2007-ben lett állítva ez az emléktábla, az itt szolgált egy csapatok, katonai egységek emlékére, és ezt azóta minden évben május 21-én megkoszorúzzuk a honvédelem napja alkalmából. Most a sok elfoglaltság miatt alapvetően a helyi egyesületekből várunk elnököket, illetve állandóan megtisztelik a rendezvényünket a rövid nevén a Szolnok megyei hadkiégesek, illetve a BEOSZ részéről is várunk régióvezetőt, illetve más egyesületi elnököket, és minden évben, amikor ezt meg tudtuk rendezni, ezt a megemlékezést, akkor a önkormányzat és a rendőrség is képviseltette magát. Hagyomány az egyesületünknél, hogy minden 80 évet betöltött, illetve ettől kezdve 85-90 és így tovább kerek évfordulós tagunkat köszöntünk, illetve akinek az egészségügyi állapota olyan, hogy hát tartósan beteg, kórházi vagy otthoni ápolásra szorul, őket felszoktuk keresni. Sajnos nagyon sok rendezvényünket később tudtunk megtartani, illetve teljesen elmaradtak, például kirándulásokat nem tudtunk végrehajtani. A beszámolótaggyűlés mintegy fél évvel később tartottuk meg, de a lehetőségekhez képest, amit tudtunk, megtartottunk. Az idén egyelőre úgy néz ki, hogy tudjuk tartani a munkatervünket. Mára ezekből csak az emlékek maradtak. Az egykori laktanya területén jelenleg gazdasági vállalkozások működnek, polgári célú raktárak, műhelyek lettek az egykori katonai objektumból. Úgy tűnik, mégis sikerült hagyományt teremteniük itt Karcagon a katonai emlékek megőrzésében, ápolásában. Ennek első lépése volt 2007-ben a HEMO épületén az emléktábla felavatása, ahol évente koszorúzással emlékeznek a karcagi honvédség történetére. A listára kevesebb, mint egy év alatt csaknem a kétszeresére nőtt, és további drasztikus drágulás várható a pékségekben. Júliusra 30%-os emelkedés várható a pékségekben, mondta Lacik Dénesné, a karcagi kerekcipó pékség vezetője. Utoljára januárban emeltünk, akkor abban bíztunk, hogy nem kell emelni egy ideig. Hát sajnos ez már megdőlt, úgyhogy most elsőtől kénytelenek leszünk emelni, mert hát áprilisban volt egy lisztár emelés, és most jön a következő, ami plusz 15 forintot jelent kilogrammonként, júliusra pedig ilyen 30%-os áremelést ígért a malom. Az árak eltérőek lehetnek boltonként. Most 520 forint egy kiló kenyér, ez az alap fehér kenyér, és hát természetesen drágább, mert azért ilyen, már most ilyen 900 forint körül van kilója a tökmagvas, az egészségesebb kenyereknek. A pékségek kiszolgáltatott helyzetben vannak, napi árakkal dolgoznak. Az, hogy napi árral kell dolgoznunk, soha nem tudjuk, hogy holnap mennyiért kapjuk a lisztet, mennyiért, illetve még a liszt az azért körülbelül egy hónapra garantált, de hosszabb időre már nem, de az összes járulékos anyag napi áras, hogyha ma margarin kaptuk
X összegért, holnap már biztos, hogy 10%-kal többért kapjuk. Tehát minden áldott nap figyelni kell az árakat, mert mindig többért és többért kapjuk, amit nem tudunk naponta beépíteni az árba. Nem beszélve az energiaárról, ami vállalkozásoknak jelentősen megemelkedett. De nekünk nincs rezsicsökkentés, ránk, illetve a nagykerekre nem vonatkozik a hatósági ár sem, úgyhogy ezért is nehezebben fogadják el a vevők, hogy hisz ennyibe kerül egy kiló liszt. Hát igen, a boltba annyiba kerül, de azt senki nem mondja, hogy a boltos sem annyiért kapja, csak ennyiért kénytelen adni. Viszont a nagykerekre nem vonatkozik ez az ár. Most ott tartunk, hogy egy kiló kristálycukor nagykernél 350 forint. A lisztára akár 40%-kal is emelkedhet. Ha úgy van, ahogy előre jelezte a malom, akkor egy 30-40%-os, ami már így is drámai. És ezt kigazdálkodni, tehát egyszerűen nem tudom, mit lehet csinálni, mert itt most már túlélésről van szó. Sokat nem tudok vele tenni. Nem örülök neki egyértelműen. Milyen kenyeret vettél most, és annyit fizettél? Sima, fehér kenyeret, fél kilót. Úgy 250. Hát nézze, nem örülök neki, de hogy őszinte legyen, én nem nagyon szoktam vásárolni. Mert hogy? Hát mert a feleségem, ő vesz mindent. Hát nem helyes különben, de ez a. Domján Sándor elmondta, a búza tonnánkénti ára jelenleg 130 ezer forint felett van, ami a kétszerese a tavaly júliusi árakhoz képest. Mindez a liszt árára is hatással van, míg tavaly nyár végén 85-90 forint volt a kilója, most 160 forint. A malmok jelentős része most már feltöltötte búza készleteit annyira, hogy június végéig meglegyen az őrléshez szükséges alapanyaguk. A búzát tavaly aratták le, amiből készül a liszt, hogy most miért is emelkedik, kérdezzük a mezőgazdasági szakembert. Azt mondom, hogy hazánk kormányának intézkedései következtében csak ennyivel emelkedik az ár, hiszen sok olyan intézkedést hoztak, sok olyan rendeletet, rendelkezést, ami csökkenti az áremelkedést, mert minden amellett szól, hogyha szétnézünk a világban, hogy ennél még drasztikusabb is lehetne. Nézzük meg azt, hogy azért már itt vagyunk lassan egy 3 éves világjárványban. Sajnos itt van a szomszédunkban a háború, és a járvány és a háború rávilágított arra, hogy az amúgy stratégiai cikk élelmiszer, az hol is helyezkedik el a világon, melyek azok az országok, akik megtermelik, melyek azok az országok, akik többet termelnek, és melyek azok, akik nagyon jelentősen exportra termelnek. Lehet azt látni, hogy a járvány szétzilálta a szállítást, szétzilálta a termelés egy részét, a háború ezt pedig betetőzte, hiszen szerintem eddig kevesen tudták, hogy a Oroszország és Ukrajna a világ gabona exportjának a 30%-áért felelős, hiszen még 2 évtizeddel ezelőtt legalábbis Oroszország behozatalra szorult, de már a korábbi szankciós intézkedések arra kényszerítették, hogy intenzívé tegyék a mezőgazdaságokat, és lásd, exportőrökké váltak. Most viszont ez a gabona nem jön a világnak arra a részére, aki újabb szankciókat alkalmaz velük szemben, és nem tud átjutni a világnak arra a részére, aki nem alkalmaz szankciókat és megvenné, de a szállítási útvonalak elzárásra kerültek. Tehát mivel minden input anyag, maga a vetőmag előállítás is, a gázolaj, a műtrágya, a gépek, a növényvédőszerek, a munkabér, tehát minden emelkedik, ezért ez a termékárába is megjelenik, és meg fog jelenni. Megjelenik a gabonárába, megjelenik a gabonából készült lisztárába, és megjelenik a kenyér és péksütemények árába, ahol a liszten kívül még más élelmiszeripari alapanyagokat is felhasználnak, aminek szintén drasztikusan nő az ára. A szakember szerint a jelenlegi lisztára körülbelül 100-105 ezer forintos tonnánkénti búzaárra vannak alapozva. Ahhoz, hogy a gabonára ne növekedjen mondjuk azért,
mert hiány van belőle Magyarországon, ahol azért a magyar lakosság kétszeresének szükséges mennyiséget megtermeljük. Nagyon bölcs volt a kormány azon döntése, hogy a hazai ellátás erejéig nem engedi ki az országból a gabonát, csak e fölött az árat. Ez lejjebb nem húzza, de megelőzzük a hiányból adódó újabb drasztikus áremelést. Mivel a piacon most 130-135 ezer forint a búzára, ez csak úgy tud kijönni, hogy benne vannak a múlt évről áthozott olcsó búzák is, és a drágábbak is. Az idén 29. alkalommal megrendezett Virágos Magyarország versenyre június 15-ig jelentkezhetnek az önkormányzatok, közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség televíziónkkal. Az idén ismét öt települési kategóriában, a kisfalvaktól a nagyvárosokon át a fővárosi kerületekig várják a pályázatokat, amelyeket személyes látogatás során értékel a szakmai zsűri. Hozzátették, hogy idén több mint 10 millió forint értékben osztanak ki kertészeti utalványokat, emellett gazdára találnak a szervezőbizottsági tagokat delegáló szervezetek díjai, a minisztériumi elismerések és a szponzori díjak is. A közlemény szerint minden település elismerő oklevelet és a települési zöld felület gazdálkodást részletesen kiértékelő szakértői véleményt kap. Az országos díjátadó mellett idén három területi díjkiosztóval is készülnek a szervezők. Közölték, az idei versengésben a kategóriák település méret szerinti rugalmas kialakítása jelent könnyebbséget a pályázóknak, de az is növelheti a jelentkezési kedvet, hogy nem csak teljes településképpel szállhat versenybe a közösségek, hiszen tematikus díjat érnek a megvalósult zöld felületfejlesztési projektek, a környezeti nevelési vagy partnerségi programok is. Mindezek mellett idén már harmadszor várják a határon túli magyar lakta települések jelentkezését is a környezetszépítő versenyre. A közlemény idézte Nagy Ildikó Rékát, a verseny nemzeti koordinátorát, aki azt mondta, a helyszíre érkező szakemberek segítenek feltárni a település rejtett értékeit, és segítő javaslatot tesznek azok fenntartható hasznosítására. Hozzátette, szeretnék megmutatni a zöld főtereket, a virágos utcákat, a legszebb fasorokat, az óvoda és iskola kerteket, a közösségi településépítő programokat, valamint a legszebb tanösvényeket az egész ország nyilvánosságának. Az önkormányzati versenyről a www.virágosmagyarország.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!